Sziasztok, Pala vagyok, és most itt vagyok egy újabb vloggal. A fényfejlesztésekről szeretnék egy kicsit beszélni nektek, amiket eszközölni fogok a csatornám. Te mentor jó voltából alapvetően. Megrendeltem AliExpressről az új fényeket, és azt akartam, hogy lássátok a kamera képén, hogy miről is beszélek, amikor fényre van szükség, mert ugye azt lesz számít, hogy ezt a széket így odébb tudom lökni, tehát hogy az még nem zavar bele az árnyékrendszerbe, de így össze-vissza vannak körülöttem mindenfelé árnyékok, és hogyha zöld vászlatni akartam, akkor itt egy lámpát kapcsoltam be, hogy egyáltalán a zöld vászon legyen, de hát ez a lámpa, most kikapcsolom azért, szóval ez a lámpa, ez azon túl, hogy egyébként azért vettem, mert hogy Pixaros, olyan, mint a Pixar animáció, szóval kurvára szeretem, de alapvetően ez ilyen asztali lámpa, és szerelni kéne használjam, nem pedig élő adásra. Úgyhogy most elvileg itt a ilyen Sréhen oldalról akarom magam megvilágítani úgy, hogy a vászon az ne legyen árnyékos, egyszínű legyen, mert akkor jobb minőségben fogunk tudni majd mindenfélét kivágni. Mert hogy ilyen zöld vászonozás és egyéb videós történetek. De így nagyjából egyébként a minden szakirodalom ezt mondja, hogy két lámpát a zöld vászonra rá kell irányítani, két oldalról, hogy minél kevesebb árnyék legyen. Úgyhogy, ja, hát végülis ez lesz, itt majd bevágok ilyen izéket, ilyen képet, hogy mit rendeltem. Tök jó lesz, és állítólag 7 napon belül itt lesz nálam Spanyolországból. Mert hogy egy AliExpress-es eladó, de spanyol lerakatból sikerült megvennem a lámpákat, ráadásul akciósan, úgyhogy ez most tökre örülök neki, hogy így alakult. És csak gondoltam, hogy gyorsan elmesélem nektek, hogy mi a fejlesztés, aztán majd látni fogjátok utána az eredményét is. Na hát ennyi lett volna most ez a kis gyors vlog, úgyhogy köszönöm mindenkinek a figyelmét, legyetek jók, sziasztok!